Thank you very much for this opportunity for me. Good afternoon, professors. Good afternoon, my colleagues. My name is Evange Diajiman from Ghana. I am very happy because I got the opportunity to study in Hungary through the Stipendium Magyarorum Scholarship Program, and it has been a life-changing opportunity for me. In this conference, I have the opportunity of giving a presentation on the topic Plant Virus Reservoir Rule, a virological examination of millets and some common crop field weeds using small RNA ATAs. The idea and opportunities of plant virus diagnosis have solely centered on economically important crops. I believe that in my area of research, it is time for us to look at weeds on our crop fields, so that it is also one of the key areas that we need to pay more attention to. Weeds found on crop fields do not only reduce crop yield through competition with nutrients, competition with crops for nutrients, competition with crop for water and other components, but they also serve as reservoirs of viral pathogens, enhancing the spread of viral diseases on our crop fields. High throughput sequencing, for the purpose of this presentation and this research, small RNA high throughput sequencing has presented enormous opportunities for us to reveal all presenting plant viruses in an investigated sample. When it comes to millet, millet in this part of Europe is a very important plant. In other parts of Africa, where I also come from, millet could be cultivated as a fodder crop and enhance animal nutrition as well. But crop production intensification has enabled millet, especially Panicum miliaceum, to become a perilous weed on our crop fields. Millet can grow on our crop fields such as wheat, maize, and potato fields. And this millet, Panicum miliaceum, can also harbor plant viruses on our crop fields. So in our previous projects in the Institute of Plant Protection in Geogicom faculty back in Keste, 3 years ago, our projects in surveying two millet populations, we identified three important cereal viruses: wheat streak mosaic virus, barley yellow streak mosaic virus, and barley virus G. As a follow-up research in my PhD studies, I designed new survey trying to investigate some surrounding weeds on agricultural fields back in Keste to be able to ascertain if these viruses are still present on our agricultural field. So we did a sampling on our agricultural fields, where for the first two locations, we cultivate mostly barley and wheat crops. For the last location, we cultivate mostly maize on these fields. We collected millet samples, as shown in the photos, Echinocrop grisgalli wheat samples. We also collected Ceteria viridis wheat samples. And samples collected showed viral associated symptoms such as chlorosis, leaf deformations, and mosaic symptoms. At this point, I will briefly explain RNA interference, which is a very important component of the research. When a virus infects a plant, the plant tries to initiate the defense mechanism. This defense, in the production of these and the process of these defense mechanism, there's production of siRNAs, which is known as the small RNA interference RNAs. The production of small RNA interference RNAs during the defense mechanism, when isolated, can be used to identify the particular plant virus which is present in the samples collected. This brings us to the small RNA high throughput sequencing method, which is used. We extract total RNAs from our samples and purify small RNAs from our samples. We made libraries preparations from our total RNAs purifiers that we have made, and we sent the samples for high throughput sequencing. The sequence reads, which are obtained in FASTQ files, which is the genomic information of the samples, are subjected to bioinformatic analysis,
which reveals all presented plant viruses in our samples. The size distribution of our sequence reads showed the typical pattern of the 21, 22, and 24 nucleotides long. The aspect of bioinformatic analysis using the CLC genomic workbench once again revealed the presence of three-strip mosaic virus, bilateral-strip mosaic virus, and baliovirus gene in our samples. So I tried to put the box of information here to ascertain and give idea about the high coverages, individual coverages for each of the viruses that were identified. So for three-strip mosaic virus, the coverage was around 94%, for bilateral-strip mosaic virus around 97%, and baliovirus G, which was around 90%. After this result, what really indicates, what shows that indeed these viruses are indeed present in our samples? We move on to perform validation of our results using RT-PCR. The validation of the results using RT-PCR indicated that indeed three-strip mosaic virus was present in millet samples in one of our field locations, which was the wasteland. In the aspect of bilateral-strip mosaic virus, this virus was found to be present in millet samples in one of our field locations, which was the wasteland again. First time in the research, we were able to identify baliovirus G, which was first characterized in Hungary 3 years ago, in Echinocra pusgali wheat samples on agricultural fields. We performed phylogenetic analysis to ascertain and find out whether these strains are the same as the ones that were characterized 3 years ago or different strains. And the results indicated that 4 samples out of 10 millet samples that were infected with this three-strip mosaic virus were slightly different strains as compared to the ones that we were able to characterize this time. So this sets of the 4 characterized millet samples as compared to the other characterized samples at the top of the phylogenetic tree illustrates that these strains that we identified this time were slightly different strains from the ones we characterized 3 years ago. When it comes to bilateral-strip mosaic virus, 1 sample out of the 10 millet samples that were infected with this particular virus was found to have similarity to that of the strain that we identified this time from the ones we characterized 3 years ago. So millet bilateral-strip mosaic virus in the location of the wasteland had similarities to other characterized strains of bilateral-strip mosaic virus that we identified. And first time in our results, we were able to identify baliovirus G, which we first characterized and sent for NCBI database in Echinocra pusgali wheat samples. After 3 years of their original description from our previous investigation and previous surveys, we identified all 3 viruses that were still present in one of our field locations, the wasteland. Bilateral-strip mosaic virus and three-strip mosaic virus was found to be present in millet in lower infection rates. This could be attributed to the slow rate of viral transfers when it comes to these 3 viruses, which are mostly attributed to their transfers through insect vectors. The feeding behaviors of insect vectors in most cases of viral infection starts at their slow paces or lower infection rates, and then as time goes on, the rate of infection will begin to increase, and this explains the differences that of lower infection rates that we encountered in the research. Baliovirus G was first time found in Echinocra pusgali, and this result, we believe, give us ideas about how to be able to develop very strategic management control strategies against these plant viruses that we identified on our field. I use this opportunity to appreciate my supervisors who have been able to support me through the research
to the Temple's Public Foundation Stipendium Hungary Group Scholarship Program for the opportunity given me to study here in Hungary. And I thank you for your kind attention for my presentation. Thank you. So thank you for your presentation, for keeping the time. It was a very concise presentation and words open for questions and short discussion. If you have questions for me, I'll be glad. It is a serious problem, I mean virus situation, diseases in your country, in different small green cities like Melet. Thank you very much. When it comes to Melet especially, this is one of the problems that we have in Ghana, especially in the north. Mm-hmm. But when it comes to viral diseases, mostly the challenges that we have are mostly from vegetable crops. Mm-hmm. But mostly the occurrences of problems we have are mostly at the northern Ghana, where we have these problems in Melet. But most of the major problems when we have, when it comes to viruses, are in vegetable crops. Thank you. These plant vegetables, tomatoes, pepper, spotted with viruses, a lot, and cucumber as well, pepper plants as well. We have also garden eggs, and mostly most of our viral diseases centers problems that we have mostly in Ghana. Did you finish the PhD course? In my third year now. Okay. Who was the supervisor? András Takács. Okay. And Eva Barai. He's a very nice teacher. Yeah. It's very interesting. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Nagy tisztelettel köszöntöm a zsűri tagokat és minden hallgatót. Kacó Dávid vagyok, a Debreceni Egyetem másodéves PhD hallgatója, és a kutatásom témája, amit az előadásom témája, egy szentítőszer hatásának vizsgálata a kukorica néhány fiziológiai és biokémiai paraméterére a növekedés korai stádiumában. Az előadásom miatt csak egy, a kutatásomban csak egy rövid részét tudom most ismertetni. A kutatási élet egy szennyvíztisztítőszerek hatékonyságának vizsgálatával kezdtem még MSZ-s hallgatóként. Azonban, amikor PhD hallgatónak jelentkeztem, elhatároztam, hogy ezt a kutatást kiterjesztem a magyarországi nagyvárosok szennyvíztisztítőtelepeire. Ezt követően lehetőségem adódott az egyik működő telepekről beszerező szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mintákat, és ezekkel kísérleteket beállítani. Mivel ezeknek az anyagoknak kísérleteket állítottunk be, a kutatásnak az volt a célja, hogy bebizonyítsam, hogy ezeknek a szennyvízi szapoknak az alkalmazása esetén a növényeknek a korai stádiumában a fiziológiai, morfológiai és biokémiai paraméterek lineárisan fognak változni a növekvő koncentrációk alkalmazása esetében. Ennek eléréséhez üvegházi kísérleteket állítottunk be, ahol kontrollált környezeti feltételeket biztosítottunk. Az alkalmazott talajokat, talajt és iszapot a akkreditált laboratóriumban az alkalmazott jogszabályoknak megfelelően vizsgálták meg, és a kísérleti kezelésekhez négy kezelést alkalmaztunk, ami a kontroll, ami a 0%-ot tartalmazott szennyvíziszap, a 25-50 és 75%-os szennyvíziszap koncentrációk voltak. Az eredményeket a következőben is megtettem. Vizsgáltuk a kezelések hatását a növények korai stádiumában, a növény magasságra gyakorolt hatását. Három leveles állapotban volt az első mérés, és jelenleg csak az első mérés adataival fogok foglalkozni. Itt elmondható,
hogy a 25%-os szennyvízi koncentráció eredményezett egy 15%-os szignifikáns növekedést a kontroll értékhez viszonyítva, míg a többi kezelés hatására nem volt szignifikáns különbség a kezelések között. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a kis mennyiségű szennyvízi koncentráció a kezdeti stádiumban kedvezően hatott a növények növekedésére. Vizsgáltuk a növények második és harmadik levelében a relatív klorofil tartalmat. Jól látható, hogy minden kezelés, minden levél, minden kezelés hatására szignifikánsan magasabb volt a relatív klorofil tartalom a kontroll növényekhez képest. Mivel a relatív klorofil tartalom csak egy viszonyítási értéket ad, így mértük a fotoszintetikus pigmentek mennyiségét a növények harmadik levelében. Ebben az esetben az 50%-os szennyvízszap koncentrációnál volt szignifikáns különbség a kontrollhoz viszonyítva, még a többi kezelésnél nem volt szignifikáns különbség. A lipidperoxidáció melléktermékeként keletkező malom-dialdehid mennyiségéből következtetni lehet a lipidperoxidáció mértékére. A lipidperoxidáció mértékét a különböző stressz tényezők befolyásolják. A prolin egy úgynevezett stressz aminosav, ami a fiziológiai stressz hatására halmozódik fel. Jelen kísérletben látszik, hogy a lipidperoxidációnak a mértéke minden kezelés hatására szignifikánsan nagyobb volt a kontroll növényekhez képest. De az is jól látszik, hogy a malomdialdehid tartalom nem változott szignifikánsan egyik kezelés hatására se a kontrollhoz viszonyítva. Ebből arra következtetek, hogy ugye a kezelések stresszként hatottak a növényekre, de nem hatottak minden paraméterre. A fotoszintetikus pigmentek aktivitásának meghatározásához közvetlen módszerként a klorofil fluoreszencia indukciós módszert alkalmaztuk. Ennek a módszernek az a lényege, hogy a növényi mintákat 20 percig sötét adaptáljuk, majd ezeket a mintákat egy gyenge mérőfény segítségével megvilágítjuk, ami detektálja az alap fluoreszencia értéket, majd ezt követően egy maximális fényimpulzus következtében a műszer detektálja a maximális fluoreszencia mértékét. A kettőnek a különbségéből jön ki a változó fluoreszencia. A változó fluoreszencia és a maximális fluoreszencia arányát a PS2 maximális fotokémiai hatékonyságának jellemzésére használjuk. Az adatok alapján elmondható, hogy a PS2 reakciócentrumok maximális kvantumhatékonyságában nem volt szignifikáns különbség a kezelések között. Hazánkban a szennyvíziszapok, szennyvizek és szennyviszap komposztok felhasználását és kezelését kormány rendelet szabályozza, aminek az a célja, hogy elkerüljen számos környezeti károsítást. Az alkalmazott szennyvíziszap esetében elmondható, hogy a legtöbb vizsgált paraméter esetében az értékek nem érték el a megengedett határértékek 10%-át sem. A legmagasabb értékek a cink esetében mértük. Ebből arra lehet következtetni, hogy az alkalmazott iszap egy mezőgazdasági hasznosításra alkalmas lehet. A szennyvíziszapokban találhatóak a növények számára hasznos makro- és mikroelemek, és ezeknek a használatával csökkenteni lehet a felhasznált nitrágya mennyiségét, és egy hosszú távon fenntartható gazdálkodás alapjait lehet ezzel megteremteni. A következtetéseket abban mondtam le, hogy a kis százalékban, a kis koncentrációban alkalmazott szennyvíziszap kezelés kedvezően hatott a korai növekedésre a jelen iszap vonatkozásában. Továbbá azt is el lehet mondani, hogy minden kezelés hatására növekedett a relatív klorofil tartalom a növényekben. Azonban a prolin tartalom alapján elmondható, hogy minden kezelés stresszként hatott a növényekre, de a stressz mértéke és jellege az még nem tisztázott. Az is elmondható, hogy a PS2 reakciócentrumok maximális kvantumhatékonyságában
nem volt eltérés a kezelések között. És végezetül az alkalmazott hisza bentartalmi értékei alkalmassá tehetik azt a mezőgazdasági hasznosításra. Köszönjük szépen az előadást, és ismét a kérdések és a vitáért köszönöm. A kérdésem az, hogy ez végülis milyen szennyvíz iszap, milyen korábban több évtizeddel ezelőtt vizsgáltuk ez a alapján a városi kommunális szennyvízeket, és sajnos nagyon-nagyon nagy mértékben a szennyvízeket a nehézségnek gyártani. És ez elmondani. Korlát, a deszikálás, meg erre közvetlen veszélyes volt a rengeteg. A nagy mértékű nehézség tartalmazott. Az alkalmazott iszap az egy víztelenített szennyvíz iszap volt, amit én alkalmaztam, és ugye a betartalmi értékei a jogszabály alapján megfeleltek arra, hogy mezőgazdasági hasznosításra lehessen őket kijuttatni. Úgyhogy azt jelenti, hogy akkor a határérték alatt, vagy határérték alatt volt. Tehát egészségügyi károkat nem okozó, mert nem érő nehézség, és egyéb veszélyes anyagok, azt jelenti? Nem jelenti, az csak azt jelenti, hogy jelen jogszabály szerint ipari felhasználással lehet mezőgazdasági kiutatást alkalmazni. Tehát jelenleg csak ipari növénytermesztés keretein belül lehet ezeknek az iszapoknak és komposztoknak a felhasználását alkalmazni. Egyenlőben. Tisztelt elnök úr, tisztelt bíráló bizottság és hallgatóság, Juhász Csaba másodéves doktorandusz hallgató vagyok. Röviden szeretném ismertetni zöldítő növényekben végzett gyomfelvételezés eredményeit. A zöldítő növények vetésfordulóba építésének előnyeit még felsorolni sem egyszerű, ide tartozik a tápanyagfeltáró mobilizáló képesség, a gyökereknek hála a talaj nedvesség megtartó képessége nő, javul a talaj víz levegő aránya, valamint a zöldítő növényeknek a biodiverzitás fenntartásában is jelentős szerepük van. Meg kell említeni az allelopatikus hatást, ugyanis bizonyos zöldítő növények, mint a pohánka, ilyen anyagokat bocsájtanak ki a gyökérzetükből. A gyomnövények okozta nehézségek közé tartozik, hogy a gyomnövények a tápanyagot és vizet gyakran nagyobb mennyiségben és hamarabb veszik fel, mint a termesztett kultúra. A víz jelentősége a tavalyi aszályos évben még inkább megmutatkozott. A gyomnövények gyakran túlnőhetik a termesztett kultúrát, ezáltal árnyékolják azt. A talaj hőmérsékletét akár 4-20 fokkal is csökkenthetik, ezáltal lassul a tápanyag és vízfelvétel a termesztett kultúra számára, közös kórokozóik lehetnek, valamint kártevők számára területet biztosíthatnak. A gyomnövények is képesek allelopatikus anyagokat kibocsátani magukból, például a szőrös disznófaré vagy a fehér libatot, ilyenek. Kutatás célkitűzései voltak, a különböző csíraszámmal vetett zöldítő növények gyomszabályozási sajátosságainak értékelése, a vetésforgó hatásának elemzésre a gyomnövény darabszámra vonatkozóan, a tarló műtrágyázott és zöldített területek gyomosodási viszonyainak összevetése. Rátérnék a módszertani jellemzőkre. A Nyíregyházi Kutatóintézet humuszos homoktalaján 2019 őszén különböző vetésfordulókat követve zöldítő növényeket alkalmaztunk, mások vetésben kísérleti célra. 2021. októberében gyomfelvételezést végeztünk fehérvirágú csillagfül, tavaszi bükkönyv, olajretek és pohánka zöldítő növényekben. Területen a zöldítő növényeket különböző mennyiségekkel vetettük vetésfordulónként 4 ismétlésben. A csillagfürtöt 300.000, 500.000, 650.000 csíra per hektár mennyiségben, a tavaszi bükkönyv 2 millió, 2,5 millió, 3 millió csíra per hektár mennyiségben, az olajretkek 800.000, 1,5 millió, 2 millió csíra per hektár mennyiségben, a pohánkák 2,3 millió, 3 millió és 3,8 millió csíra per hektár mennyiségben. Kísérletben voltak csak műtrágyázott parcellák, amelyeket a főnövény tenyész időszakában műtrágyaztunk, 80 kg per hektár hatóanyag mennyiségű nitrogénnyel.
Területen három vetésforgót alkalmaztunk, az első vetésforgó növényi sorrendje zab, zöldítés, triticális zöldítés, a második vetésforgó növényi sorrendje triticális zöldítés, zab, zöldítés, a harmadik vetésforgó növényi sorrendje kukorica, tarló, triticális zöldítés. A gyomfelvételezést egy 50x50 cm-es keret segítségével végeztük parcellánként egy ismétlésben, meghatároztuk a gyomfajokat, az egyes számokat, valamint számszerűsítettük az állatok felés mértékét. Az alkalmazott adatfeldolgozási módszerek a kapott mérési adatokat a Microsoft Office Excel 2016 táblázatot kezelő szoftverben rendszereztük, a variancianalízist, Duncan-tesztet és a homogenitási vizsgálatot az IBM SPSS Statistics 22 szoftver környezetébe végeztük, kapott eredmények szöveges tartalmát a Microsoft Office Word 2016 szövegszerkesztő programjában összekeztük. A csillagfül, olajretek és a kohányok esetében a legtöbb vetőmű normával vetett parcellán felvételeztük a legkevesebb gyomnövény darabszámot, kivétel volt a tavaszi bükkön, ahol a legkevesebb vetőmű normával vetett parcellákon felvételeztük a legkevesebb gyomnövény darabszámot. A legkevesebb gyomnövény darabszámot a pohánka 3,8 millió csíra per hektárral vetett parcelláink felvételeztük, a legtöbb gyomnövény darabszámot a csillagfült 300 ezer csíra per hektárral vetett parcelláink felvételeztük. Statisztikailag is igazolható különbséget nem tudtunk mutatni, a különbségek csak tendenciájelvűek voltak. Minden zöldítő kultúra esetében a harmadik vetésforgóban fordult elő a legkevesebb gyomnövény darabszám, a harmadik vetésforgó növényi sorrendje kukorica, tarló, triticális zöldítés volt. Statisztikailag is igazolható különbségek két esetben állapítottunk meg. A tavaszi bükköny esetében az első és a harmadik vetésforgó eredményei statisztikailag különböztek a második vetésforgó eredményeitől. Az olajretek esetében az első és a harmadik vetésforgó eredményei statisztikailag különböztek a második vetésforgó eredményektől. A zöldített műtrágyázat és kontrollterületek gyomosodási viszonyainak összehasonlítása során megállapítottuk, hogy a pohánka parcelláin fordult elő a legkevesebb gyomnövény darabszám, a második legkevesebb gyomnövény darabszám az olajretek parcelláin fordult elő, a legtöbb gyomnövény darabszám a csillagfürd parcelláin fordult elő, a kontroll parcellákon négyzetméterrel vetítve nagyságrendileg azonos mennyiségű gyomnövény fordult elő, mint a tavaszi bükköny parcelláin, a műtrágyázott parcellákon csak minimálisan fordult elő kevesebb gyomnövény darabszám, mint a kontroll parcellákon. 15 különböző gyomnövényfaj dokumentáltunk a területen, azonban a legdominánsabb az árokerés volt, ami kalászos növény volt megelőzőleg. A második legdominánsabb gyomnövény a szőrös disznóparé volt, mi 5,4-es értékével a csillagfürd parcelláin fordult elő, így a csillagfürd parcelláin előforduló értékkel szignifikánsan különbözött a többi kezelésnél mért értékektől. Következtetések. Vetőmagnormák esetében, csillagföld, olajretek és pohánka esetében, ha nagyobb vetőmagnormával vetjük a növényt, akkor jobb gyomelnyomást tapasztalhatunk. A harmadik vetésforgó parcellán fordult elő a legkevesebb gyomnövény darabszám, ennek oka az lehet, hogy előzetesen itt nem volt zöldítés a harmadik vetésforgóban. Az öblítő növények közül a pohánka és olajretek választása esetén nagyobb gyomelnyomást tapasztalhatunk. Pohánka allelopatikus hatását a második dián említettem, általánosságban úgy vélik, hogy a pohánka allelopatikus hatásáért fenolsavak, flavonoidok a felelősek, továbbá gyors kezdeti fejlődése van. Az olajreteknek nagy levele van jó lágyékból és erős gyökérzetek. A német kutatás eredményei szerint 81%-os hatékonysággal nyomta el a tavaszi gyomokat az olajretek, valamint a legnagyobb gyökérszárazanyag tartalmat produkálta a vizsgált növények közül. Az árvakeréshez viszonyítva a többi gyomnövényfaj darabszáma minimális volt, ez a kalászosok gyomelnyomó képességének köszönhető. Szeretnék köszönetet mondani konzulensemnek, dr. Zsombik László igazgató úrnak, Pál Vivien PhD hallgatónak, köszönöm a Debrecen Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézet dolgozóinak, és köszönöm a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal doktori kooperatív doktori ösztöndíj programjának a támogatást, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, és ismét a zsűri, a közönség felé fordulok, hogy van-e valamilyen kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Én nem tudom, jó hallottam, csak hogy a
kisebb csíraszárnál is kevesebb volt a gyom. Igen. Vagy ez mivel? Hát igen, ezt nehéz magyarázni, mert ugye a törvényszerűség szerint úgy kéne, hogyha nagyobb betőmagszámot, akkor az jobban el fog érni a dolgokat. Nyilván szabad földi kísérletnél, hogyha egy keretet egy kicsit máshol dobjuk, akkor mások lesznek az eredmények. Úgyhogy sajnos ez benne van. Igen. De ez érthető, hogy egy nagyobb csíraszállal. Igen, a többinél ez volt a megállapításunk, de tavaszi rükkönyében ez volt a helyzet, hogy... Köszönöm. Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, tehát a növényvédelemnél maradva áttérünk most az állati kártevőkre, és azon belül is egy olyan fajra, ami most már 10 éve itthon keseríti meg a gyümölcstermesztők életét. Ez alatt a 10 év alatt számos vizsgálatot végeztünk a fajra kapcsolatban, a faj ökológiájával kapcsolatban, és itt most egy témakörről szeretnék egy átkintést. Bevezetőként a kelet-ázsiai eredetű Petr Szárnyi Muslicova és a Drosophila Suzuki egy inváziós rovarkártevő, amely világhódító útjára, amíg 2008-ban indult, ekkor észlelték először Észak-Amerikában, illetve Európában, Európán belül Spanyolországban, illetve Olaszországban. Magyarországon 2012-ben találták meg az első példányát egy Somogy megyében, két évvel később pedig már gazdasági kártyát jelentettek Nógrád megyéből, Szederben és Málnában. Majd pedig 2016-ban országosan elterjedt át, és azóta is jelen van az ország egész területén. Polifákfajról van szó, rendkívül széles a tápnövényköre. Termesztett növények közül hazánkban a málnát, a szedret, a bodzát károsítja, de tőlünk északabbra az áfonya termesztésben okoz jelentős károkat, tőlünk délre pedig a megyés cseresznye termesztésben. Egyedülálló módon a muslicák között az évgyümölcsöt is képes károsítani, a műstények tojásrakás során erősen szklerotizált főrétes tojócsövükkel felsértik az évgyümölcséget, a lárvák pedig a gyümölcshúsban fejlődnek ki. Muslica igen egy sok nemzedékes fajról beszélünk. És egy érdekessége, hogy hőmérséklet hatására szezonális dimorfizmus alakul ki. Csökkenő hőmérséklet, a fejlődési alakokat érő alacsony hőmérséklet hatására nagyobb méretű, és erősebben pigmentált, úgynevezett téli alak alakul ki, amelyek nőstények, ezek a téli alakok a nőstényei, ráadásul reproduktív diapauzában vannak. Az átalálási képesség ennek ellenére gyenge, egy fagyérzékeny fajról beszélünk. Ennek a vizsgálatnak a célkitűzéseit kicsit összefoglalnám. Egy korábbi több életfelől elő, több izzeltlábú csoportot felülmenő faunisztikai vizsgálat folytattunk, illetve arra annak a módszertanára épültünk rá. A lényeg az volt, hogy ennek a fajnak a hazai terjedését nyomon kövessük, országos transzertek mentén és lehetőleg kultúrától független, tehát a táblahatástól független helyszínekről származó adatokat nyerjünk, valamint a későbbiekben ezekre a csalvázási eredményekre és a metodológiai adatokra épülve szeretnék lerakni az alapjait egy időjárás alapú kártevő előrejelzésnek. Ezért kijelöltünk az M1, M3, M5 és M7 autópályában különböző pihenőhelyeket, ahol a csapdákat kihelyeztünk, illetve egy természetközeli élőhelyen, valamint fenyves mellett a Nagyberek területén is laktunk ki csapdákat. Az M7-es területén, illetve a nagy vonalán, illetve a Nagyberekben egész évben csapdáztunk, a többi autópályán pedig csak szeptemberben, ami igazodik a faj hazai fő felszaporodási időszakához. A csapdák fél literes petpalackok voltak, kiugattuk őket, és salogatásodőben nem kint almaecetet töltöttünk belé.
kihelyeztük a lombozatra a második héten a hangosra, és havonta történt a csapdacsere a vizsgálat. 2017. júliusától 2022. októberéig. Csapda tartalmát laboratóriumban vizsgáltuk, az egyéb drozofilinét fajok közül eltűnőmítettük a célfajunkat, téli és nyári alak szerint eltűnőmít, mert majd talán csoportosítottuk ivar szerint. Fogási átlagokat csapdának vetítettük, így standardizáltuk a fogási eredményeinket, valamint a hónapnak a hőmérséklet, illetve időjárás hatását vizsgáltuk. A bemutatóban szereplő meteorológiai adat, amiket az OMS nyilvános adat bázisából származnak. Az eredményeink elsőre összefoglalva, itt láthatók az egyes éveknek a fogásai. 2017-ben alacsony fogási számokat kaptunk, ugye itt azért ne felejtsük, hogy júliustól indult a csapdázás, azonban lehet, hogy ennek még sincs akkor a szerepem, hogy később erre kitérjünk, tehát elképzelhetően összehasonlítható. Amit még ebből az összesítésből láthatunk, hogy az első évet kivéve az ivararányok körülbelül 50% körül mozogtak, valamint az össze drozofila Suzuki fogásaink felülmúlták az egyéb drozofila fajok egyéb száma csapdánkban. Ha kicsit kibontjuk az M7-es, illetve a merek éves fenológiáját, akkor láthatjuk elsőként is, hogy a fő felszaporodási időszak fajnak az ősz. Az első, itt azért felhívjam a figyelmet az eltér skálázása. Itt láthatjuk a hónapokat, a családok és az egyes éveket, míg a korai hónapokban elhanyagolható vagy nulla fogási eredményeket kaptunk. Elmondtam azt, hogy esetleg 2015-es év összevethető a későbbieket, persze nem tudhatjuk ezt bizonyosan. Egy erőteljes évjárathatást látunk itt egyrészt a felszaporodás mértékében és a felszaporodási csúcsnak az időzítésében. A szeptemberi fogásokat megnézzük az egyes, úgyhogy most a Memegyenhármányot és a Berekben, és megnézzük ezeknek az éveknek az időjárását. Ugye, kicsit kivészletezve a sárga mezőben, akkor azt látjuk, hogy a nagyobb fogásokat akkor kaptuk, amikor az évjárat csapadékos volt, és kevésbé szélsőséges, valamint a tél enyhe volt. A 2017-es tél nagyon hideg, sok fajos nappal, itt látható a sok éves átlagtól való hőmérséklet és csapadék eltérés, ez kicsit torzítja az adatokat, az, hogy mikor is húzott pontosan az a csapadék. Eredmények szerint a nyári csapadék, ami igazából számít a faj számára. Most megnézzük az egyes pihenőhelyeket, ahol kiegyeztük a csapdát. Minden autópályán kiválasztottam szeptemberi három pihenőhelyet, körülbelül a pálya elejeközete is. Vége itt azért láthatók eltérésektől az egyes helyszíneken. Viszont amit itt kiemelnék, megnézzük itt az M3-as és M7-es pályáknak a pihenői táblázatban délnyugattól északkelet felé sorban rendezve, hogy ránézésre egy észak-kelet-délnyugat irányú variáns megfigyelhető a fogásokban. Természetesen vannak kiugró értékek, így például Letenye, ami egy nagyon jó élőhely volt a faj számára, amit győrön lett az Arahona. A téli alapok jelenléte a csapdánkban. Kicsit rosszul fogalmaztam, mert az utolsó jelenlét az az év első időszakában, vagy az áttelelő téli alapok mikor voltak még megtalálhatók a csapdákban. Itt is nagyon jól látható, hogy az évfőjárathatás erősen befolyásolja a téli alapok jelenlétét, illetve a később megjelenő téli alapok, május-júniusban ezek utalnak a hűvösebb tavaszra. Az első megjelenés egységes volt évjárattól függetlenül, azonban amikor tömegessé vált a csapdában a téli alap,
ott már az érvényhatás érvényesül. Viszont amit el kell mondanom, hogy a kialakulásuk évjel, megjelenésük és tömegességállásuk évjelre függő, de helyszínenként egységes volt. Az ivararányt nézzük, csak kiragadtam 4 évet, illetve 4 területet, de összesítve akkor a szeptemberi adatok láthatók a táblázatban. A szezon elején a nőstények dominálnak a csapdában, majd ez a felszaporodási időszakba kiegyenlítődik, tehát egy közel 50%-os ivararány kapunk a felszaporodási időszakra, amely szintén nem függött a helyszíntől, és itt nem függött az évjárattól sem. Kivéve 17 az egy érdekes év volt, bár megjegyzem, hogy azért az első időben néhány 10 példányról kell beszélni, hogy annak van. Ennek egyébként lehet egy növényvédelmi vonatkozása is. Az egyéb drozofilidék és a Suzuki arányát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy folyamatosan, ahogy kis számban jelennek meg a szezonban a fogásokban, de a végén helyszíntől és évjárattól függetlenül dominánssá válnak csapdáinkban, és jelentősen felmúlva az egyéb drozofilidék egyet számát. Összefoglalva, az évjárat hatás erősen befolyásolja a fajnak a felszaporodását és áttelevési sikerét. Úgy tűnik, hogy a hideg tél és az aszályos forró nyár korlátozza a felszaporodás mértékét és módosítja a felszaporodás csúcsának idejét. A szezon elején a nőstényén kiválasztódik az ivararány, amit esetleg egy steril hím technika alkalmazásával ki lehet használni. Vannak erre nem hazai kísérletek egyelőre. És természetesen az egyéb arány is független az évjárattól és a helyszíntől, és szeretnénk ezekre a fogási adatokra egy meteorológiai előjelre jelző modellt kidolgozni, pontosabb meteorológiai adatokkal. És köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az előadást, igen, egy picit túlléptük a 10 perces keretet, de ezért nagyon szépen köszönjük az érdekes előadást, és szeretnénk kérdezni a zsűrit, illetve jelenleg, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban, Hát annyira súlyos a kártétele, hogy Nógrádban fel fognak hagyni a mána termesztéssel, részben emiatt, részben emiatt egyéb okok miatt, ez jelentősen hozzájárul. 6 hektáros szedrek, ha jól emlékszem, fel fognak hagyni, ami a mezőföld környékén, tűzföld már mellett egy bodzatermesztő mondta, hogy neki 2 nap alatt a teljes tehát időzíteni nem lehetett a egyszeres érdeklődést. Köszönöm szépen. Említette, hogy a felszaporodásokat a téli ideig és a júliusi asszály, ugyanúgy befolyásolja. Mondjuk az én, ami a mostani tél, az hogy értékelni, hogy az mennyire számít ez a szempontból? Ez valószínűleg ez a mostani tél, ez is lesz egy palackunk hatás a populációban, de a kérdés ugye mindig az őszi alap, hogy mekkora a populáció, aminek kívánt az áttelevésnek. Én úgy gondolom, de ez azért csak ilyen, nem adatokkal adatokkal, hogyha egy viszonylag csapadékos és enyhe nyarunk lesz, akkor össze komoly probléma várható. Illetve a másik probléma szerintem, hogy ezt gyorsan elmondom, eddig szerencsére tavasztal nem volt jelentős populáció, ugye megy és a megy és a cseresznye így nem menekül, és hogy jövő belül látható. Szóval egy kérdés csak, hogy ugye most elhangzott, hogy itt milyen gyümölcsöket társít elsősorban, mert itt ellenlegül, vagy jellemző, hogy esetleg más fajok is átterjed a kártétel? Megy cseresznye elsősorban, ott jelentkeztek problémák, a pomatkövisnél, hát ezek a fő. Köszönöm.
Áldott Sipos Ágnes vagyok, és az előadásom címe Silókukorica hibridek termőképességének összehasonlítása európai és konvencionális technológiában. Előadást egy rövid bevezetéssel szeretném kezdeni. A Föld világszáma rohamosan növekedett az elmúlt évtizedekben. Míg 1950-ben 2,5 milliárd ember élt a bolygónkon, addig már ez a szám meghaladta a 8 milliárd főt. Tehát azt mondhatjuk, hogy 73 év elteltével több mint a háromszorosára növekedett a lakosság száma. Ebből következően a mezőgazdasági termékek iránti globális kereslet is rohamosan emelkedik, az agrárium intenzívebbé válása pedig szorosan összefügg az üvegházhatású gázok magas kibocsátásával. Ennek a változásnak pedig nyoma van a Föld klímáján. A rohamos népességnövekedés, a klímaváltozás és az iparszerű mezőgazdasági termelés miatt a gazdálkodás és fogyasztás terén egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság és a környezettudatosság. Részben ennek köszönhetően az Európai Bizottság 2019-ben jelentette meg az Európai Zöld Megállapodás című közleményt, amelynek fő célja, hogy 2050-re az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke nettó nullára csökkenjen, így a világon elsőként egy klímasemleges kontinenssé válnánk. Ennek eléréséhez a mezőgazdasághoz kapcsolódóan is meghatározta kritériumokat, úgy, mint növelni az ökológiai gazdálkodás területek arányát 25%-ra, csökkenteni a műtrágya és a növényvédőszerek használatát. Pár szót szeretnék említeni az ökológiai gazdálkodás jelenlegi helyzetéről. A világon összesen majdnem 75 millió hektár volt ökológiai mezőgazdasági tevékenység alatt 2020-ban, azonban, hogyha az ökológiai területek arányát az összes mezőgazdasági területekhez viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy a világ összterületének ez csupán az 1,6%-a. Az európai ökológiai mezőgazdasági területek nagysága meghaladta a 17 millió hektárt 2020-ban, ebből az Európai Unió tagállamaiban közel 15 millió hektár található meg. Ez a táblázatban is látható, hogy a terület arány 9%, ami még viszonylag messze van a kitűzött 25%-os céltól. Központi statisztikai hivatal adatai már tartalmazzák a 2021-es adatokat is Magyarországra nézve, amelyben azt látjuk, hogy összesen 293 ezer hektár volt ökológiai gazdaságban, ebből pedig 91 ezer hektár volt szántóföld. Áttérve a saját kísérletünkre, a szántóföldi kísérletet az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet kukoricanemesítési osztályán végeztük. Célom pedig az volt, hogy különböző kukorica hibrideket vizsgálunk és összehasonlítunk két különböző termesztés technológiában. Az első hely egy ökológiai termesztésmód, amelyet már közel 15 éve ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak minősítettek. A második hely pedig ugyanebben a táblában található terület, melyen konvencionális, azaz hagyományos mezőgazdaság folyik. 20 különböző kukorica hibridet vizsgáltunk, ebből 2 standardként használt hibrid, 18 pedig Martonvásári nemesítésű fajta. A kísérleti anyagok éréscsoportja korai, közép és késő érés volt, hasznosítás szerint volt siló és szemes kukorica, fenotípusos megjelenésben volt normál és töröleles fajta is, és vizsgáltuk a anyagok agronómiai, morfológiai, feltartalmi tulajdonságait. Szeretnék két fotót mutatni, ami az ökológiai területen készült, a növények különböző fenológiai fázisaiban. Természetesen az ökológiai területen semmilyen módszert nem használunk. Gyomírtást csak és kizárólag mechanikai módszerekkel végzünk, szerves trágya kiirtatása 4 évente történik, és vetésfordult alkalmazunk. Az eredmények bemutatását a termés eredményekkel szeretném kezdeni. Az ökológiai terület zöld termése a hibridek átlagában 36,6 tonna per hektár volt, míg a hagyományos területen 46 tonna per hektár. Ebből is látszik, hogy az ökológiai terület zöld termése átlagosan kb. 20%-kal volt alacsonyabb a hagyományos kezeléshez képest. Továbbá az ökológiai területen mért szárazanyagtermés, emészhető szárazanyagtermés szintén szignifikáns mértékben maradt el a hagyományoshoz képest. Hogyha az egyes hibridek zöld termését a különböző termesztési technológiában megnézzük,
akkor azt látjuk, hogy a hibridek silótermése között lényeges különbségek alakultak ki. A fajták teljesítménye a hagyományos termesztésmódban általában magasabb volt, de a tendenciájában úgy tűnik, hogy ökológiai környezetben kevésbé csökken bizonyos hibridek termése. Hogyha a hibridek adatainak a tenyésztő csoportonkénti értékelését vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy egy lényeges összefüggést kaptunk. A zöld termés mennyisége az ökológiai és a hagyományos kezelésben egyaránt nőtt a tenyészidő hosszának a növekedésével. A növekedés mértéke azonban intenzívebb volt az ökológiai területen. Továbbá hasonló tendencia volt megfigyelhető a szárazanyag termés és az emészhető szárazanyag hozzám mennyiségének az alakulásában, tehát a hozamérték nőtt a tenyészidőszak hosszának a növekedésében. Ezután vizsgáltuk az ökológiai területen mért termést a műtrágyázott kezelés átlag százalékában kifejezve, és azt láttuk, hogy a tenyészidő növekedésével csökkent az ökológiai termés lemaradása. Adatainkból arra következtetünk, hogy az öko termesztésre célszerűbb a későbbi tenyészidő hibridjeit választani. Végül szeretném bemutatni az agronómiai és morfológiai tulajdonságok eredményeit. A genotípusok átlagának virágzási ideje szignifikánsan eltért a két termesztési módban, ugyanakkor megegyezhetjük, hogy a két hely közötti különbség agronómiai szempontból nem volt jelentős. A növények magassága is szignifikáns mértékben eltért egymástól, míg ökológiai termesztés módban a növények átlagosan 292 cm-re nőttek, addig a hagyományos termesztés módban meghaladták átlagosan a 295 cm-t. Végül pedig vizsgáltuk a főcső feletti levelek számát is, amelyben azt kaptuk, hogy a két hely között szignifikáns különbség nem volt, azonban az egyes genotípusok között volt, tehát még egy leafy génnel rendelkező hibrid akár 11-12 levele is volt, addig egy normál, korábbi hibridnek átlagosan 6-7 levele termett. Tehát szeretném összefoglalni az előadásomat és a kísérleti eredményeinket. 20 kukorica hibrid silótermését értékeltünk két különböző termesztés technológiában, egy ökológiai és egy ugyanabban a táblában található hagyományos környezetben. Hibridek három különböző éréscsoportba tartoztak, korai, közép és késő érésű, és adataink alapján megállapítottuk, hogy ökológiai növénytermesztésben kukoricánál a zöld hozam, a szárazanyaghozam és az emészhető szárazanyaghozam mennyisége körülbelül 20%-kal maradt el a hagyományos technológiában mért terméshez képest, illetve csökkent a termés lemaradása késői és igen késői hibridek választásával. Szeretném megköszönni a figyelmet és a kukorica nemesítési osztálynak a kísérletben való segítséget. Köszönöm az előadáshoz, és szeretném is megköszönni, hogy nagyon precízen tartott pedig mindkét előadók az időt, és most pedig szeretném kérdezni a jelenlévőket, hogy van egy kérdés az előadással kapcsolatban. Nem kötelességből, hanem valódi érdeklődő körválni szeretnék meg először. A kérdésem a következő. Vajon a vetéskorból mind a kettő, tehát ökológiai és hagyományosnál is ugyanaz volt? És láttuk, hogy a különböző zöldtömeg és a szárazanyag emészhető az különbözött, tehát az ökokban kevesebb. Mit lehet ennek a magyarázata? Mit a tápanyag, víz, növényfejlődés, hiszen láttuk, hogy nagyon szép, tiszta, gyomrendes volt. Mi lehet a magyarázat? Gondolni vele, gondolkoztam, és mi lehet? Az első kérdésre. A hagyományos kultúrában sajnos monokultúrát tudunk alkalmazni, míg vetésforgót tudunk az ökoterületen, ugye ott egy másik osztállyal együttműködésben. A második kérdésre pedig ott a kisebb különbség valószínűleg abból adódott, azt figyeltük meg, hogy az ökológiai területen a szárazanyag tartalom az magasabb volt, hogy amikor a beltartalmat mértük, és ugye azzal kell beszorozni a zöld termést, hogy megkapjuk belőle a szárazanyag termést, mint a műszerű szárazanyag hozamat. Hát ott pedig azt tapasztaltuk, hogy lehet, hogy a stressz hatásból adódóan hamarabb kezdtek el száradni a növények. Így lett, hogy illetősebb a... Köszönöm szépen!
Én azt szeretném kérdezni, hogy szerintem valami nem tudja 25%-os, mert már itt az idő lassan nem sok év van, hogy ez teljesíthető, vagy ez körülbelül mikor várható, hogy mi erről a vélemény szinten? Igen, igazániból Magyarország ettől jóval le van maradva, itt olyan 6%-nál járunk. Szóval vannak olyan országok, mint például, ha jól emlékszem, Ausztria is, akik már a 19-20%-nál. Ez ugye átlagban kell elérni 2030-ig Európának, és Magyarország, ha jól emlékszem, 2030-ig csak a 10%-ot tűzte ki. Úgyhogy remélhetőleg, hogyha egységben az erő és egész Európa összefog, akkor azokkal az országokkal, akik előrébb járnak, ez talán teljesíthető, de Magyarországnak még jóval nagyobb lépéseket kell megtenni addig, hogy 25%-ot elérjem. Tehát 2030-ig biztos, hogy nem. Az viszont pozitív csak egy mondatot, hogy az új támogatási rendszer 23-27-ig terjedő, az belevette. Tehát volt egy időszak, talán 3-4 évvel ezelőtt, ahol semmit nem kaptak támogatásként. Se az átállásos, se a másik. Szabó tanárnőjét csinálják, itt 95 óta van, amit én indítottam el, 80 hektár. Nagyon ügyesen csinálják a kollégák, a legjövedelmezőbb zöld borsó, csemege és húza rotációkat csinálják. Tehát mindenféleképpen. Sajnos ennek a 300 ezer hektárnak a fele az ilyen. Tehát azért hozzátartani. Nagyon kevesek a kertészeti kultúrák. Mert döme intenzív termesztés, tehát azért ezt az egész, erre alapvető szükség van, én is azt gondolom az ökológiai termesztésre, de ugye Amerikában például bizonyos területek azért nagyobb, mert az ökológiai szabályozás is egész más. Tehát például a közegyapotól hajtatott, tüvegházakba hajtatott termékeket is biotermékeknek minősítik. Egy vallási közösségek is. Igen, tehát egész más a szabályozás, és ugye azért nagyon differenciáltan kell ezt kezelni, mert ugye a világ másik problémája, hogy hát azért olyan 800 millióan, 1 milliárdan alultápláltak, vagy éheznek, tehát azért itt valószínűleg ezek a számok, ugye, amit említett, ezek nem Eritrea, meg Etiópiára vonatkozó számok, hanem a fejlettebb országoknak benne, de erre abszolút szükség van, és az Európai Unió azért a fejlettebb országokat tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenki, Csepegi Hegyman Eszter vagyok, és a témám a kukorica beltenyésztett törzsek hidegtűrésének vizsgálata. Itt otthonban végeztünk. Bevezetésként a kukoricára egy rövid ismertetés, trópusi eredetű növény, magas hőmérsékletes vízigényel, tehát alapvetően csírázáshoz is és a növekedéshez is magas hőmérsékletet igényel. Küszöbb hőmérséklete 8-10 fokban állapították meg a több szakirodalomban, ami annyit jelent, hogy ez alatt a hőmérséklet alatt a növény fejlődése leáll. Alacsony hőmérséklet hatására fiziológiai kárt szenved a növény, egyes részei vagy a teljes növény elhalhat. Minden fejlődési fázisában fagyérzékeny, a kukorica kivéve a száraz magállapotát. Hosszú időn keresztül a hidegérzékenysége volt az akadályozó tényező, amely az északi irányú terjedésében akadályt okozott, amit viszont a nemesítés, rövid tenyészidők, az új fajták megjelenése, az éghajlatváltozás is ösztönözte az északi irányú terjedést és terjeszkedést. Hidegtűrő hibrideknek az előnye, hogy korábban lehet őket vetni, ezáltal a virágzás korábbra hozható, megvalósulhat az úgynevezett escaping mechanizmus, amely annyit jelent, hogy a időjárása leginkább érzékeny termékenyülési szakasz, az korábban zajlik le. Hosszabb vegetációs idejű hibrideket termeszthetünk, ahol a hozam magasabb és a betakarításkori szenvedettség pedig alacsonyabb lesz. Kutatásunk célja olyan hidegtűrő törzsek felkutatása, amelyek szülőkomponensként jó hidegtűrő hibridek előállítását eredményezheti, és vagy forrásai lehetnek olyan hidegtűrő új beltenyészett törzsek, mint kiindulási anyagainak, amik jó hidegtűrők. Továbbá a hidegtűrésben szerepet játszó gének azonosítása és a gének kromoszómán történő elhelyezkedésének meghatározása.
rátérnék a kutatásunk, kísérletünk alapanyagára és módszerére. 180 különböző földrajzi eredetű és genetikai háttérrel rendelkező beltenészetvonalat fogunk vizsgálni. Ebből egyelőre 60 törzs értékelését végeztük el 2 ismétlésben és 2 helyszínen. A hidegkűrést Fitotronban végeztük Martonvásáron. Hidegstressz vizsgálatot végeztünk ott PGP-36-os kamrában, ahol elsősorban 8 fokon 10 napig inkubáltuk a kukoricaszemeket, majd ezt követően 13,5 fokra megemelve a hőmérsékletet figyeltük meg a kezdeti fejlődését a növényeknek. Hosszú nappalos fényviszonyokat állítottunk be 14 órás napi megvilágítással. A kontrollkísérletet szintén egy PGP-36-os fitotroni kamrában állítottuk be, 23 fok állandó hőmérsékleten. Vizsgáltuk a kezdeti fejlődés sebességét, a kelési százalékot, zöld és száraz súly. Ezeket az utóbbiakat 3-4 leveles állapotában a növénynek. A vetést sterilizált közegbe és M10-es ládákba végeztük el. Ládánként 20 genotípus, genotípusonként pedig 10-10 vetőmagot vetettünk. Az első sorban sztenderlet alkalmaztunk a B401-es hidegtűrő törzse. A vetést követően pedig 70%-os vízkapacitásra beöntöztük a talajt. Ezekben a fitotroni kamrákban végeztük a kísérletet, 2 PGP-36-os kamra. Az eredményekről röviden. A hidegtűrés szempontjából ami lényeges tulajdonság a felési százalék. Az első diagramon jól látszik a szignifikáns különbség a két kezelés között, a kontroll és a hidegtűrés kísérleteinknél. 61%-ban keltek ki mindösszesen a hidegben a növények a kontrollhoz képest. A másik ábrán jól látszik a hidegtűrés felési százalékán törzsekre lebontva. Minél magasabb ez az érték, annál jobb a hidegtűrés szempontjából, a kutatásunk szempontjából annál jobban teljesítettek a törzsek. A vetéstől a kelésig eltelt napok száma a következő fontos tulajdonság, ahol ugyancsak nagyon erőteljesen látszik és szignifikáns különbség is adódott a két kezelés között. A kontroll kísérlet esetében mindösszesen 7,5 nap kellett a növények keléséhez, míg az a hidegben ez 25 napon túl történt meg. Itt a diagramon ugyancsak a hidegtűrés kísérletnek a törzsekre lebontott eredményeit láthatjuk, és ahol a kisebb az adat, az érték, azok a jobban produkáló törzsek, mert rövidebb nap alatt csíráztak ki a hideg ellenére. Itt a hidegtűrés kezelés növényeit láthatjuk, tehát elhúzódó és gyenge kelések, a magasságokban is különbségek, elszíneződés a hideg hatására, antociános szál, levélzet és a sárgulás. A Poltest Index szintén még egy nagyon lényeges mutatója a hidegtűrésnek. A kelési százalék és a vetéstől a kelésig eltelt napok számának a hányadosa. Ez az érték minél nagyobb, annál ígéretesebb a törzs hidegtűrése. Tehát a számláló minél nagyobb értékű, tehát minél több csira növény kell ki, és minél rövidebb nap alatt, annál magasabb ez az érték. Itt is láthatók a törzsek közötti napkülönbsége. Vizsgáltuk még a hidegstressz hatását friss és száraz tömegre. 3-4 leveles állapotban, mielőtt betakarítottuk a növényeket. Itt a friss tömeg a száraz tömeghez képest 10-szerese, tehát a 10 része volt a száraz tömeg a friss tömegnek átlagosan. A hidegtűrésben ugyancsak törzsekre lebontva a friss tömeget láthatjuk a diagramon. A legnagyobb tömeget a Stender B401-es törzs produkálta, de nyomában van az ST64-es is, de vannak reménykeltő törzsek. A szárazanyag tartalom a növény egészségi állapotának egy mutatója, ami minél alacsonyabb érték, annál
egészségesebb a növény. Az egészséges növénynek 10%-os a szárazanyagtartalma és 90%-ban tartalmaz vizet. Itt vannak törzsek, az ábrán jól látható, amik 10% alatti teljesítményt produkáltak. A standard törzsünk is oda tartozik, de több törzset is láthatunk az ábrán feltüntetve. ST64-es CO 125-ös, amit igen jól reagáltak az idejre. A SPAD érték egy mutató, igazából egy színmutató, relatív klorofil tartalmat mutatja a növénynél. A etioláltságot, a sötét zöldséget, igazából itt is látszanak a törzsek közötti különbségek. Összefoglalásként annyit mondhatok, 60 különböző törzs genetikai háttérre rendelkező törzset vizsgáltunk két ismétlésben. Jelentős eltérések adódtak fenológiai tulajdonságok tekintetében a törzsek között. A hidegtűrés szempontjából lényeges tulajdonságok alapján kiemelhetünk néhány törzset, már a kísérlet eredményeként. Ezeknek a törzseknek további genetikai vizsgálatát szeretnénk elvégezni teljes genomasszociációs vizsgálattal, és olyan tulajdonságokat, marker tulajdonság összefüggéseket keresünk, amelyek majd a legmeghatározóbbak lesznek a hidegtűrő genotípus létrehozásában is, a szelekcióját felgyorsíthatják. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen az előadást! Igen, bőven. És fel sikerült nagyon pontosan tartani az időt. Van egy kérdés az előadással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az őben rendkívül nagy jelentősége lesz a különböző hibrideknek a csigázásai hideg tűrésének. Mert akkor, hogyha jó a csigázásai hideg tűrés, akkor egy biológiai határokon belül nyilván korábban lehetetni, és említettük pár szempontot, hogy újabb az előnye a korábbi tetésnek. És ami nagyon nagy dolog, hogy kevesebb lesz a betakarítás, hogy társadalmasítatlan, és még valamit lehetne hangsúlyozni, hogy minek a biztonsága. Az, hogy a hozam nő, az már szerintem elegendő eredmény, hogyha így a korai betést tekintve ez is egy előnyös tulajdonsága. Tehát a hozam nő, és a betakarítás vagy szenvedessége pedig csökken. Én arra gondoltam, hogy nő a teljes biztonság. Mert ez két útvonalat jelent, tehát hogy előbb virágzik, mint ahogy a nagy Kán Nikolaj mondta. Igen. Nagyon megszámíthatott volna, olyan szélsőségek vannak az időjárásban, hogy, és nekünk, én 1997-től végeztem ilyen kísérleteket különböző cégeknek, és június második felében a korábbi vetésnél bekövetkezett a hívlővirágzás, és a igazi nagy magas hőmérséklet használni Magyarországon általában július, meg a nyári volt, ami külön a kapás növényeknél egy nagyon nagy problémát jelent, vársa 2022. Itt a termés, mellett a termés biztonság. De hát a foszilis energiák is ugye az égbe szöknek a 5-10%-kal is tudjuk csökkenteni a betakarításon szemületesség tartalmat, ami óriási. Tehát ez a jövő nemesítésében én azt gondolom, hogy nagyon fontos program lesz. Bár Marton Lajos Csaba mondta, hogy nem csak a hibridektől kell jelen, hanem nem is a csigázáskor hibridektülése, mert az egész tenyészibőre van a fizikus, ez a tulajdonsága van egy adott hibridektől, nem is így meg ilyen tárgytának előtt. Köszönöm szépen.
nagyon szép volt, nagyon jó volt az előadás, ezt mondta egyébként a Termésbiztonságot és a angol kifejezése. Amit szeretnék, én köszönöméstéssel foglalkoztam, és mindig az volt a legnagyobb baj, kinéztünk belenéztett törzseket. És azt mondtuk, hogy ez nagyon jó szánszilánság, olyan szép cső, összekeresztettük, és semmi nem jött vissza. Tehát itt a kérdésem az, hogy vajon ez a hidegtűrési tulajdonság hogyan vihető át majd a készítményekbe? Igen, ez még egy kérdés mindenféleképpen, tehát hogy anyaként tudjuk-e, vagy forrásként felhasználni, vagy genetikai kis kromoszomán levő kis frekvenciákat tudjuk átcsoportosítani, vagy úgy felkutatni, hogy rákereshető legyen más-más törzseknél. Tehát még ez kérdés is. Így van. Gratulálok, hogy egy szép munka.